Maradnak a szigorú korlátozások január 11-éig, jelentette be hétfőn közösségi oldalán a miniszterelnök. Látványos adventi fényfestés, az egykori feketesas étterem épületén látható a fényjáték december 23-áig minden nap. Helyi identitás és kohézió erősítése, a vírushelyzet ellenére is ellátogatott a Mikulás a darnózseli gyermekekhez. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Maradnak a szigorú járványügyi intézkedések, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután közösségi oldalán. Január 11-éig biztosan érvényben lesz a kijárási tilalom este 8 és reggel 5 óra között, ez alól pedig a szilveszter sem lesz kivétel. A miniszterelnök közölte, nem lehet szilveszteri bulikat, utcabálokat tartani. Arról azonban, hogy szenteste lazítanak-e a korlátozásokon, december 21-én döntenek. Orbán Viktor elmondta, a megoldás a vakcina, amely már belátható távolságban van. A koronavírus elleni oltásra december 8-ától lehet regisztrálni a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Ünnepi díszbe öltözött az egykori feketesas étterem épülete a Deák téren, ugyanis múlt hét péntek óta december 23-áig adventi fényjáték látható az épületen. A Városháza tornyából pedig minden óra 40. percétől karácsonyi hangulatzene szól egészen vízkeresztig. Hópelyhek, karácsonyfa, kreatív és látványos adventi fényjáték várja az érdeklődőket a Deák téren. December 4-e óta látható a fényjáték az egykori feketesas étterem épületén. Az önkormányzat munkatársai több helyszínt is megvizsgáltak, mielőtt kiválasztották a legmegfelelőbbet. Úgy döntöttünk, hogy itt a Városháza melletti feketesas épülete az, ami legjobban és, hogy mondjam, a legnagyobb térben tudja megmutatni ezt a szép kis fényjátékot. Hát igazából hiánypótló jelleggel, mert elmaradnak azok a típusú rendezvények, amik akár a kis közösségekben, akár itt a Deák téren megszokott szilveszteri ünnepség kapcsán megrendezésre kerültek. Úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy legyen legalább valami kis hangulati elem. Vízkeresztig a Városháza tornyából minden óra 40 perckor karácsonyi hangulatzene szól, mely igazodik a miserendhez és a piarista iskola tanóra végi kicsengetéseihez. A fényjáték 16 óra 40 perctől este 7:30-ig látható a Deák térről az egykori feketesas étterem épületén december 23-áig minden nap. Az idei évben az adventi időszak is más, mint eddig, azonban a lehetőségekhez mérten a legtöbb település igyekezett a gyermekek arcára mosolyt csalni Mikulás napján. Darnózselin a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat keretében látogatott el a Mikulás a gyerekekhez. Megjött a Mikulás. Hallottam, van itt kettő gyermek. Idén nem megszokott módon, a Mikulás ment a gyerekekhez, nem pedig a gyerekek köszöntötték műsorukkal a fehér szakállút december 5-én. Darnózselin 2002 óta advent alatt különböző programokkal készülnek, többi között az óvodások adják elő műsorukat a Mikulásnak, aki aztán meg is ajándékozza azokat, akik jól viselkedtek az évben. A járvány miatt azonban a megszokott adventi programok elmaradnak a településen, amit a lehetőségekhez mérten igyekeznek pótolni. Felvesszük filmre a gyertyagyújtási akciókat, valamelyik az óvodába, valamelyik a templomba, attól függ, hogy melyik gyertyához érkezünk, és vasárnaponként adjuk be 4:30-tól a Facebookos oldalunkra. És arra gondoltunk, hogy most hát helyzet szülte a lehetőséget, kénytelenek voltunk mi is egy másik ötletet kitalálni, és ez pedig az van, hogy házhoz megyünk. Összesen 4 településen valósul meg a helyi identitás és kohézió erősítésű című pályázat, amiben a civilek is jelentősen kiveszik a részüket. A programhoz csatlakozó települések Darnózseli mellett Halászi, Kisbodak és Dunaremete. Ennek a programnak köszönhetően látogatott el a Mikulás a gyerekekhez december 5-én. Mindegyik településen 4 közösségszervező dolgozik 42 hónapig. Ez a pályázat abban is különleges, hogy tehát nem csak az önkormányzat által elképzelt rendezvények valósulhatnak meg, hanem civil szervezetek egyesülnek, összefognak, és alulról jövő kezdeményezések, ötletek jöhetnek létre. Szia! Megjött a télapó. Vártál már? Igen. Jó van. Jól viselkedtél?
Nem. Legalább közelebb jó viselkedjél. Volt, aki az őszintességéért, volt, aki éneklésért kapott csomagot a Mikulástól. A Mikulás pedig azt is elárult a stábunknak, hogy hogyan viselkedtek a dartnózseli gyerekek az idei évben. Nagyon jók voltak. Elevenek voltak, de jók. Mindenki nagyon jó volt. Mit kapnak a gyerekek a Mikulástól? Egy kis csomagot tele finomságokkal, édességgel, cukorkával. A projekt keretében több program megvalósult már az elmúlt időszakban, ezek főként kiállítások, előadások voltak. Dartnózseli csatlakozott a nyitott templomok napjához, de ilyen volt a testvértelepülések napja is, valamint a naptárkészítés, aminek 2021-es kiadása hamarosan elkészül. A fotók, tehát az idei naptárunk a szigetközi fotók lettek, és a jövő évi, az pedig most van már nyomdában, az pedig a gyerekeknek a szemszögéből, hogyan néz ki az Isten háza, vagy hogyan néznek ki a templomaink. És akkor ebben Halászi, Dartnózseli, Dunaremete, Kisbodak van benne, illetve hát mindenután érintettsége van Halászi révén Araknak, így Arak is benne van. A cselekvő közösség és Dartnózseli önkormányzata összesen 220 Mikulás csomagot osztott ki ezúttal a község gyermekeinek. A remények szerint jövőre pedig a hagyományokhoz híven ismét az óvodások köszönthetik majd közösen a Mikulást. Kiemelt figyelmet fordít Bezenye a település tisztaságára. Ennek érdekében még szeptemberben áthelyezték a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket frekventáltabb területekre. Az önkormányzat 2 millió forintra pályázott a Tisztítsuk meg az országot program keretein belül. A közelmúltban illegális szemétlerakás miatt vontak felelősségre egy férfit, aki veszélyes hulladékokat rakott ki Bezenye határában. Kartondobozok, nejlonzacskók hevernek a szelektív gyűjtők mögött Bezenyén. A településen még szeptemberben újultak meg a gyűjtődobozok, azonban sokszor nem bele, hanem inkább mellé teszik a szemetet a lakók. Ez azonban tilos, ezért kamerákkal figyelik a területet. A szelektív hulladék szigeteket áthelyeztük, rengeteg szemét volt mellette, több mint 80 köb szemetet szállítottunk el a három szelektív sziget körül, amiből egy paprét, kettő pedig Bezenyén található, és áthelyeztük ezeket a szigeteket egy jobban látható kamerával megfigyelt helyre, ezáltal nyomon tudjuk követni azokat a turpiságokat, aki esetleg mellé helyezné le a szemetet. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a tisztaságra, ezért egy országos programhoz is csatlakoztak. Csatlakoztunk a Tisztítsuk meg az országot című pályázathoz, jelenleg elbírálás alatt van, és a község közigazgatási területén fogjuk ennek a pályázatnak a keretén belül összegyűjteni a szemetet. A faluban több gócpont is van, ahol megszaporodott a szemét. Ha elnyerik a 2 millió forintos pályázati forrást, eszközöket is szeretnének beszerezni a szemét eltakarításához. A Moson-Magyaróvári járási ügyészség két illegális szemétlerakás miatt is vádat emelt a közelmúltban. A vádirat egyike szerint egy 34 éves férfi otthonából háztartási hulladékot, injekciós tűket, izomnövelő gyógyszereket, hormontartalmú készítményeket rakott ki a Bezenye határában álló erdő szélére, hogy így szabaduljon meg tőlük. Az ezek között lévő gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek, így hulladékgazdálkodás rendje megsértése miatt emelt vádat az ügyészség. Kikapott a Krédó busz Moson-Magyaróvár a Balatonfüredi FC-től. Nehéz helyzetből várta a 12 bajnoki óta veretlen Krédó busz Moson-Magyaróvár az év utolsó mérkőzését, ugyanis betegség miatt többen is hiányoztak a csapatból. A találkozó elején egy szerencsés góllal gyorsan megszerezte a vezetést az MTE 1904, az 50. perc után azonban kiegyenlített a Balatonfüred. Hiába szerezte meg gyorsan a vezetést az óvári csapat, a Balatonfüred a második félidőben fordítani tudott. Borgulya István együttese 3-1-re győzött, ezzel pedig megtörték a Krédó busz Moson-Magyaróvár 12 meccs óta tartó veretlenségi szériáját. Az MTE 1904 a második helyről várja a tavaszi folytatást.
Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Csapadékos időt hoz a hét közepe, szerdán beborul az ég, egyre több felé várható eső, havas eső. Élénk, olykor erős lesz a keleti szél, Moson-Magyaróváron és környékén 2-3 fokot mérhetünk majd. Csütörtökön erősen felhős idő várható, néhol előfordulhat ködképződés. Reggel több felé, délután kevesebb helyen fordulhat elő eső. Napközben 5 fokot mérhetünk majd, éjjel 0 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Gyurka János, a Madarson Moson-Magyaróvár vezetőedzője, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a Honvéd 7 című magazin műsor következik. Szerdán 19 órától hírháttér című műsorunkat láthatják, amelynek vendége Kitlei Tibor főépítész lesz. Friss hírekkel legközelebb december 10-én csütörtökön várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!